Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket, ismét pattog a labda az NB2 Merkantil Ligában, a gyönyörű szép budafoki sporttelepen, a házigazda piros-fekete rosszon érik, a tiszta fehérben játszó Kisvárda Master Good csapatát, az egyik bajnok esélyest fogadják. Igen, az egyik bajnok esélyest, amely csapat az MTK mögött a másik helyen, és amely csapat legutóbb vereséget szenvedett a hazai pályán 2-0-ról otthonában, míg a Budafok 2-0-ás vezetésről 2-2-es döntetlent játszott Zalaegerszegen. Mind a két gárnának fontos a pont, 15. a Budafok, második a Kisvárda, és a Kisvárdát is elkísérte népes tábor. Itt van a budafoki közönség. Azt reméljük, hogy egy jó meccset láthatunk. A meccs esélyese a Kisvárda, de a Budafoknak is nagyon kellenek a pontok. A Kisvárdát egyébként 1911-ben alapították, a Budafokot 1912-ben, tehát két patinás nagymúltú csapatról van szó. Most üdvözli egymást a két gárda, adósok a játékvezetők nevével, a mérkőzést Gál Ákos dirigálja, az első asszisztens Szert Balázs, a második pedig Kulman Tamás. Nézzük akkor a vendéggárda összeállítását. A kapuban 1-essel Zöldes Illés, a hátvédcsoban 5-essel Riáskó Mihályló, 14-essel Izing Martin, 18-asan Bogdán Melnyik és 30-asan Helyi Viktor, igazi nemzetközi gárda, tehát a Kisvárda. Középpályán Márkoli, Dantes, Bertucci, Lukasz, én megmaradok a Lukasznál vagy Márkolininél. Középpályás még Sergio Adrián Oltán, a román fiú, és Matija Misics, elő pedig igazán egyszínű a csatásról, hiszen Lukács Barna és Ilics Barna rohamozzák a kaput. Kondás elemér az egykori debreceni sikeredző, a vezetőedző, a Kisfazon Cserepkó, Erdélyi, Heffler, Horváth, Gosztoni, Zánkó és Délce Gergő üldögél. A Budafokot jobban ismerik, de hát azért el kell mondom az ő összeállításokat is. A 28-asra a tehetséges fiatal Somogyi Csaba a kapuban. A védelben 8-asra a Vég Bence, 85-es Csizmadi a Csaba, 91-es Vaszicskó Gergő és 12-essel Harsányi és 17-essel Harsányi István játszik. Vég Bence, Margiti Csandor 3-as, Kis Kornél 22-es, Nagy Tamás 24-es, és elől pedig Csizmadi a Csaba 60-as, és Kelcső Bence István 20-assal, középpályán pedig amolyan középpályás a csatársok között mozogva Filkor Attila, a világvándor, aki nagyon sok helyen megfordult az olasz A-ban, az olasz B-ben, a Serie C-ben, és most a Budafokot erősíti. Prukter László mester kispadján, Szabó Balázs, Vankó Imre, Kerekes Krisztián, Olá Lórán sérüléséből felépülve, és a fiatal Kírják Henrik üldögél. Nagy küzdelem várható, és mondom még egyszer, a Budafoknak valami isteni átokű rajtuk, hogy fel kéne szakadni egy gátnak, hogy belugják a helyzeteket, és végre gólokat lőjenek, és nyerjenek. Ne csak úgy, hogy vezetnek, de aztán utána elveszítik a meccset, vagy döntetlenre hozzák. A Kisvárda pedig, miután kimondatlanul tavaly is, az idén is a bajnoki címre tör, sőt kimondva is, nekik egyetlen céljuk lehet a 3 pont teljes mértékű begyűjtése, de persze nem lesz könnyű, hiszen a budafoki fiúk most nagyon készülnek. Éppen fiúkor az, aki letámad és hátul adogatnak, 5-össel Jáskó Mihályló. Az várható, hogy a Kisvárda megpróbál támadólag fellépni, a Budafok pedig kihasználva a réseket, ellencsapásokkal veszélyeztetett. Gyönyörűen előkészített pálya, gyönyörű gyepszőnyek, napsütés, és körülbelül eddig mintegy 800 néző, akik itt vannak. Ezek várják a csapatokat, és egy szabadrugás már is a Kisvárda javára. A díszpálya szépen megtelt a VIP-lalától is, ott vannak a budafoki vezetők, ott vannak a Kisvárda vezetői, a helyi elöljárók is, és mindenki azt remélye, egy jó meccset látunk. A Budafok legalább egy pontot mindenképpen szeretne szerezni, de legalább a 3 a céljuk, a Kisvárdának egyértelműen a 3. És megszólalt a budafoki közönség, nincsenek még teljes létszámban itt a fiúk, hiszen oldalt még a sörös pultoknál bizony még nagy a forgalom, a vénasszonyok nyarában jól esik az üdítő. És egy kisvárdai akció, amely nem sikerült, kicsúszott a 18-as fiú lábáról, aki nem más, itt Bogdán Melnyik, és jöhet Vég Bence. Kis Kornélt választja, Kis pedig Vaszicskót. Csizmadi a csapat kapitánya. Filkor. Rögtön 3-an veszik körül. Harsányi nagyon gyors, kemény hátvéd. És Margitics indul meg. Margitics, az ő specialitása. Margitics. Eddig jó szóló Margitics, kiteszi oldalra. Nézzük a beadást. Ez sem rossz. A kapus beleüt, és az első helyzet. Bizony már is az első percben. Pölöskéjelő tisztáztak, de ott a lehetőség. Budafoki akció, de egy lövés és belelépnek, de még mindig ott lehet. Filkor lövi el, belelépnek, visszapattal, ott a lövés, és ezt is megfogták. Elképesztő, elképesztő. Most már les, most már les.
kiadás, de az első-második perc, tehát PMT helyzetekkel indult, hát ez megadja az alaphangot, majd a mérkőzésre. Májiszó a budafoki kórus, igen, nagyon jól bekezdett a budafok, Pölöske elől tisztáztak, aztán két lepattanó lövés, Filko lövése után viszont lesjelzett a partjelző. Hát ez bizony meglepte a kisfáda Master Good Gárdáját, de rögtön egy ellencsapásra válaszolnak. Kis Kornél, a szamuráj frizurás fiú kíséri a labdát, és Kis Kornél meg is szerzi, de megszerzik a kisfádaiak is. És aztán most egy szerelés. Vasicsku Gergő, az őserő érkezik és tisztáz. Hosszan indít előre, Pölöskéig nem jut a labda, jöhet a kisvárda. Vég a nagy harcos, ezúttal nem harcolt ki egy bedobást, elindul a kisvárda, Sergio Adria Oltean, az oltjéni medve, de őt megelőzték, és most már Nagy Tamás, a penge, rendkívül technikás, ügyes játékos Nagy Tamás is. Egy hátrahúzással kísérletezett, az mozdulat szép, szerel Vasicsku, és Pölöskei Péternél labda, Pölöskei megtartja, és aztán tisztáznak előle, bedobásra jöhet, tehát a Rossoneri Gárda, a Budafok. Vég Bence. Kíz abszolút ott van üresen, de Vég lehet, hogy Csizmadiát fogja választani. Filkor is elmozog emberétől. Nagy Tamás. Nagy Tamást gáncsolják, a játékvezető nem fúj semmit, és kezezésért szabadrugást ítél a Budafok ellen, ez nem tetszik a közönségnek. Érkeznek egyébként még sűrű sorokban a nézők, de hát leállnak a büfénél egy picit, ahol rendkívül csinos hölgyek kínálják a portékákat. Talán én is megállnék, ha nem érdekelne jobban a mérkőzés. De nézzük most ezt a fejest, nagyon szépen sikerült Vasicsku felszólítása, bedobással jöhet a kisvárda. Viharos kezdés után most egy kicsit megnyugodtabb a mérkőzés, nyugodtabb légkörben zajlik, de ez a vihar azért ez várható, míg szem mondom a budafoki fiúknak, nagyon kell. Az a meccs, amit Zalaegerszegen döntett erre, mentett az Ete a 89. perc után, az bizony fájósebb a Budafoknak. És hát ugyanígy kaptak ki a Kaznisz Balcikától, mikor 86 percig vezettek és 1-2 lett, most 89 percig 2-0 és 2-2, ezek a pontok bizony nagyon hiányoznak. Kisvárdai akció közben megpróbálta meghúzni a labdát Bogdan Melnyik, sikerült is, aztán Marcolini, újra Melnyik, sokat van játékban, ki a szélre, Ising Martin, körbeadogatják a falat, beadásra még nem jutottak a kisvárdai fiúk, Kis Kornél nagyon kemény és határozott, nyomja ki ellenfelét. A csel jó, a beívelés sem rossz, ott elesik egy játékos, semmi nem történt, mondja a játékvezető, álljon föl, mondja Gálákos. Amint várható, már is a 4.-5. percben a kisvárdaiak támadólag lépnek le, fogják benyomni a kapu elé a Budafokot, hibázásra kényszeríteni őket. Nagyon szép szerelés, a játékvezető szabadrugást ítél, Vasicsku némileg indignálódik, hogy nem volt ez talán szabálytalan, Gál az úr azonban a mérkőzése, és egy jó 26-28 méterről szabadrugás, nem is nyugodt Somogyi Csaba, a budafoki kapusak, kíváncsiak hány tagú sorfalat kér majd, hiszen jó lövőkből a kisvárda Master Good csapatában sincs hiány. Hát bizony, ez kapura lövés is lehet, beívelés is lehet, legurítás is lehet, egyelőre három tagú a budafoki sorfal. Jó 25 méterre, 26 méterre a labda, és jön az ívelés. Ívelés lesz ez bizony. És lesz. Nem sarokrugás, szépen tisztázott Vég Bence, de szabadrugásra jöhet most már a Budafok. Az 5. percben, tehát jegyezzünk fel egy kisvárdai szabadrugást. Somogyi Csaba állította el a labdát, valószínű hosszan fogja előre repíteni. Így is van. Hát ez a senki földjére megy. Filkor fut érte becsületből, de nem igazán jó a labda. Zavarja ellenfelét, amint hogy Pölöske és a kapust, zöldes Illést. A Illés alányul. Enyhe szellő lenged ez a pályán, amely talán egyik csapatot sem támogatja, inkább keresztbe fúj. Szépen hozta előre a Budafok. Harsányi nem tette jól előre. Harsányit megrúgják. Szabadrugás a térfél közepéről. Most már rosszul Eriknek. A két mester elegánsan, a kispad szép, Bruckner László mester bal oldalon, technikai zónában, a túloldalon pedig Kondás Elemér. Az a Kondás Elemér, aki sikert sikerelmezett a Debrecennel, bajnok, kupa győztes és nemzetközi porondra vezette a Lokit. Nos, most a kisvárdát igyekszik az NB1-be vezetni. Nagy Tamás a labda mögött, visszakapta, kiharcolt egy bedobást. Az még nem olyan távolság, hogy Vasicsku nagy bedobásra jöhessen, de mindesetre Harsányi kezében a labda. Jó akció, Nagy Tamás.
szöglet. Az első budafoki szöglet a 7. percben. És a kis szöglet után Filkor, lágyan emeli be, lecsorog mindenki láb előtt, elmegy, és Sergio Adrio Oltán felszabadít. Csizmadia visszateszi, ez nem jó. Az indítás viszont nagyszerű, Harsányi azonban gyorsjátékos, ott van, és hátra teszi kapusának, Somogyi Csabának. Somogyi újra Harsányit választja. Vég, szépen fordul le vég, a senki földjére tette a labdát, ott csak kisvárdai lábakon vándorol tovább. Magas erőteljes fiúk beáll a kisvárdai védelem is, Vári Barnabás például. Az előretett labdája viszont nem jó. Harsányi kétszer is szerel, és aztán egy előrefejelt labdát Vasicsku szelídít meg. Húha, ez kemény szabálytalanságnak tűnik. A játékvezető sípol, szabadrugás a piros feketéknek. Nézzük Filkort. Harsányi. Majd Vasicsku, nem Csizmadia kapta a labdát, Csizmadia játszik a védelem előtt egy sorral, Csizmadia lágyan lepíti előre, nem les, nagy labda, Pölöskei gólhelyzet, átemeli Pölöskei és fölé ment, hatalmas támadás végén, a 9. percben Pölöskei helyzete, jól oldotta meg Pölöskei Péter, emelnie kellett, azonban a kifutó zöldi kapus és a visszafutó védők mellett a labda, mint a megsebzett vadkacsa a puskázás után szeliden hullott a kapu fölé, de nem a hálóba, hanem a háló külső élére. Így hát kimaradt egy újabb budafoki lehetőség, de figyelmeztető a kisvárának, a gyors budafoki ellencsapások bizony veszélyeket hordoznak magukba. Zöldes illés, a meghatározatlan, hát nem tudom milyen sárga vagy zöld ez, én legfeljebb libafos zöldnek mondanám, de inkább maradjunk a neon zöld színű mezben védő kapus, rúgja előre a labdát. Most hosszan repítvén előre a szabad embert keresi, de ott van Vasicsku feje, és ott van Harsányi lába is. Előre löbbölt labda, Pölöskei csúsztat bele, majd saját maga megy a labdáért, kifejelik előre, bedobással jöhet, nem, nincs is bedobás. Csizmadia, hú-hú! Mintha a 4-24-essel ütközne az ember, Csizmadiával úgy találkoztak. A labda azonban a kisvárdája és egy gyors fehérmezes támadás kibontakozóban. Az első csel jó, a másik talán soknak tűnik. Jöhet a beívelés, ott a visszagurítás, egy lövés mellé. A kapufát súrolva bizony helyzet a 9. percben, vagy mezben a 10. és kisvárdai akció végén. Kisvárdai helyzet és kisvárdai szöglet. Hát mozgalmas mérkőzés, gólt ugyan nem láttunk az első 10 percben, helyzeteket annál inkább. Az első kisvárdai beívelést nézzük, nem beívelés, csak begurítás lesz, kis szöglet formájában. Most az ívelés, Pölöskei könnyedén fejeli ki, de újra csak a fehér mezesek. És hátra a kapusnak zöldes illésé. Megszólalt a budafoki kórus, a kisvárdaiak egyelőre csendesebbek. Hosszan előreívelt, a Harsányi előzi meg ellenfelét, és szabálytalankodás és les is volt, úgyhogy szabadrugás a Rosszon Eriknek. Kis. Filkor Attila, jól tett, ó, Filkor előre megy, és Kelcsó Bence kapott egy rugást a lábára, szabadrugás tehát most már a félpályáról a Budafok javára. Jó előreívés, Pölöskei fejét keresik, Pölöskei lemelleli, ott a lehetőség, jaj, Filkor lábáról lecsúszik, ígéretes támadás a 11. percben, de nem lett belőle semmi. Kirúgással, tehát zöldesi hozhatja a labdát. Jön a kisvárda. Középen építkeznek, és Marcolin Dantes Bertucci Lucas, de szép neve van. A labda azonban közel sem szép, nagyon hosszú, úgyhogy végbence kiengedi. Bedobással jöhet a BMT-je. Amint mondtam, 1912-ben alapították a Budafokot, és 1911-ben a Kisvárdát, tehát két nagyon-nagyon patinás klub. A Budafok sokszor szerepelt a labdarúgás második vonalában, a Kisvárda inkább a megyei, és az NB3-as pontvadászatban vitézkedett, de tavaly és idén bizony kimondottan célja a kisvárdiaknak a feljutás, és ne felejtsük el, Kisvárdán közönség is van, a leggyengébb bajnoki meccsekre, gyenge ellenfelken is 1200-1300 ember mindig ott van, a Ferencváros ellen pedig a kupameccs következik, és mondta a kolléga,
számukra. 3000 jegyet másodpercek alatt elkapottak, több mint 5000-en jelezték a részvételüket, ennyien be se férnek a stadionba, úgyhogy az futballünnep lesz igazán Kisvárdán. Ez azonban jó lenne, a futballünnep lenne a budafokiaknak, és ahhoz legalább egy pontot mindenképpen szerezni kell. Keith Cornél hosszú indításával Pölöskei birkózik, megfogják Pölöskeit a nyakánál fogva, szabad rúgás. Pölöskei nem gyenge játékos, olyan, mint egy most ébredő grizzly, de azért hárman csak körbevették és lefogták. Pölöskeinek beadások, ívelések kellenek, ki tudja használni feljátékát, erőszakosságát, és ha felszakad a gát, és be tud találni Pölöskei Péter, akkor az lehet, ami tavaly is volt, elkapta a fonalat, és egymás után rúgdotta a meccseket. Gólokat. Kisz. Hú, Csizmadi ezt rosszul kezelte le. Nagy Tamás leütközi ellenfelét, és jutalma a labda. Hosszú indításával a vég, és Bogdán Melnyik. Melnyik kiengedi a labdát? Nem, kirúgta, bedobás, és jöhet Vasicsku Gergő, aki könnyedén bedobja az ellenfél ötösé a labdát, de gyorsan elvégezte a Budafok. Nagy Tamás, elszágult a szélen, Nagy Tamás szépen szerelik, bedobás. Most sem lesz nagy bedobás ezek szerint. De lesz, jön Vasicsku Gergő, aki könnyedén az ötös sarkára dobja a labdát, és ezzel már többször meglepték az ellenfelet. Kíváncsian várom, most melyik megoldást választja Vasicsku, a rövid sarokra, a hosszú sarokra, esetleg a büntetőpont környékére dobja a labdát, vagy Pölöskei Péter fejét keresi majd. Nagy az izgalmat, a 16-oson belül óriási csúcsforgalom, és nézzük Vasicsku bedobását. Magasan röpíti Vasicsku, ott van Pölöskei, előle kifejelik, és kihúzzák a kisvárdaiak. Margitics, hatalmas küzdelemben Margitics és Harsányi szépen tisztázott. Most már Somogyi. Somogyi vágja előre hosszan. Megpróbált elérni Filkor, és zavarta ellenfelét, jutalma, bedobás, már mint kisvárdai bedobás. Hátul adogat most a kisvárdai védelem, és aztán megindulnak előre Izing Martin vezérletével. A szakállas fiú passzával Bogdán Melnyik indul. Középen már Olcsán, és aztán felfejlődik a kisvárda szépen pontos adogatásokkal. Egy jó kiugratás. Lesz-e ívelés? Lesz, de belelép egy budafoki láb. Sarokrúgás. A 15. percben kisvárdai szöglet. A második kisvárdai szöglet, 2-1 a szögletarány egyébként a kisvárda javára. És nézzük majd, hogy előbb kis szögletet produkáltak, és nem volt jó a beadás. Most vajon a hosszú változatot választják-e a vendégek? Igen, úgy tűnik, hogy igen, magasan repül a labda. Somogyi kisodolják a kezéből, nem fütyül a játékvezető, de most igen, szabadrugás a Budafok javára. Szól a Budafok biztatás is, a várdai dobok is szólnak, és Somogyi elvégzi majd ezt a szabadrúgást. Csizmadi és Pölöskei feje egyik elől másik középen, biztos pont lehet, onnan tovább csúsztathatják a labdát. Somogyi, nézzük, kit választ. Pölöskei felé, de átszállt Kelcsó fölött, és Pölöskeig nem jutott el. Végbence fejpárbatnyá, Kisz is, ez szép teljesítmény volt. Végbence ellökik, szabadrúgás. Nem kisasszony futball a labdarúgás, nem durva szabálytalanságok ezek, de megállítják az ellenfél támadását. Kisz Kornél nem adott még engedélyt a játékvezető, tehát most végzik majd a Budafokiak, jelesül Csizmadi a csapa. A román Olteán lépett oda, és ez nagyon nem tetszik Csizmadiának. Nem mélyítette el Olteán a magyar-román barátságot, amúgy is igen ingatag alapokon áll, finoman fog. Galmazva. Csizmadi eléggé kancsalú találta a labdát, de pont Harsányig jutott, aki középre teszi. Ez is veszélyes, de megszerezte Margitics. Bravo! Margitics, egy újabb szóló. Margitics! Tovább megy a játékot, nem fújja le. Filkor középre teszi, és ez veszélytelen. Eléri a kapus. Pedig a vonalon kívül ért el, én is úgy láttam, akkor pedig szöglet. Főuli Grandezzával intett a partjelző, hogy tovább. Jöhetnek tehát a kisvárdai fiúk. 16. perc, mozgalmas első negyedóra után, Budafok Kisvárda, 0-0. Kisz szerel, Csizmadia nem éri el a labdát. Kisvárdai akció, ez nagyon jól tűnik. Sergio Adria Oltán, ajajajaj, ez Bukarestig rúgta Oltán. Hatalmas tapsal jutalmazza a közönség ezt a megoldást.
Hát ott tehát nem fogadta szívébe a budafoki közönség, az biztos. Nézzük Vég Bence bedobását. Nem könnyű szabad embert találni, hiszen sokakat fedeznek ott a védők. Például Pölöskéig el se jutott a labda. Vég szépen átemeli. Vél arra egy melport ellenfelének, a játékvezetőt nem hagyja meg, mehet tovább. Hát a Román Oltán most visszakapott. A közönség rászámol. Oltán továbbra is a földön, hát kapott egyet a melkakasára, az biztos. A közönség a temetkezési intézetet javasolja Oltánnak, a játékvezetőt ez nem hagyja meg. Ennyire talán nem volt súlyos az eset, amit eljátszik a román fiú, de minden esetre áll a játék. Azt reklamálják Lukas Raymond Barna, hogy talán meg kéne kérdezni a partjelzőt, hogy nem volt ez egy durva szabálytalanság. A játékvezető játékvezető labdával fogja folytatni a mérkőzést. És jöhet a kisvárdai akció. Harsányi, hoppá, átfűzték a lába között, de hosszan tolta meg a kisvárdai fiú, szabadrugás mégis a fejére ki. Azt ítélte a játékvezető, hogy a budafoki lábról vándorolt ki ez a labda. Hát nézzük, innen nem tudom megállapítani, meg nem mondom önöknek, de mindig a bírónak van igaza, tehát jogos bedobás, tehát újra a kisvárdaiaknak. Elnézést. Nézzük a bedobást, itt nem lesz nagy bedobás, oda ejtik. Hey Viktor tette vissza, aztán újra Hey Viktor. Két ember között harcol Hey, megállították, jöhet a kisvárdai akció, nem jöhet, mert Pölöskei zavar. És most már egészen át a Izing Martinnál a labda. Oltán. Oltán bal lábára teszi, és rosszul indít. Megindulhat Filkor, Filkor szépen hozza el, Pölöskei felé teszi, Pölöskeit megelőzik, és ebben talán eléri még a labdát a kisvárdai fiú, de budafoki lábakon vándorolhat, mert Nagy Tamás nagyon szépen lecsente ezt az indítást. Harsányi. Mezőben nem játszik rosszul egyik csapat sem, a helyzet kihasználása adós most is a budafok eddig, de szépen fordítanak ide Kiszkornél átemeli Vég Bencének, magas. Ez jó lett volna Pölöskei Petinek, Vég az alacsony építésű játékosok közé tartozik, ezt nem érhette el. Ott van viszont Marcolini, aki jó labdát tett ide 18-asra Bogdan Melnyiknek. Az indításába Kiszkornél nyúl bele, majd Kercsó Bence szépen fordul le, nagyon fiatal és nagyon tehetséges játékos Kercsó Bence, labdája nem jó, bedobás a kisvárdaiaknak. Két játékos, három is elmegy melegíteni Kisvárdán, lehet, hogy esetleg egy sérülés történt, és emiatt Kondás Elemér már is cserére határozza el magát, hiszen alig a fél idő felénél járunk, még el sem értük. Les. Jónak tűnt az indítás, Ilics Barna kilépett, azonban a partjelző asszisztens zászlaja emelkedett. Les, így hát szabadrugásra jöhet a budafok. Somogyi végzi el majd a szabadrugást. Somogyi szabadrugás a Pölöskei felé száll. Egy hátrafejett labda, és jön zöldes illés. Egy stentori hang vezényli a budafoki közönséget, akik bíztatnak is becsületesen. És a csapat nem játszik rosszul, méltó ellenfelé a bajnok esélyesnek, nyugodtan mondhatom, újonc létükre. Egy öreg kisvárdai akció, de ez az akció gyönyörű szépen folytatódhat, tovább gyönyörű cselek, de most megállítja őket a budafok, és aztán Csizmadia lábát elsodorják. Szabadrugás az első félidő 22. percében. Vaszicsku és Csizmadia, két öreg harcos a labda mögött. Vaszicsku íveli előre, Kercsó Bence. Nem éri el Kercsó, és kikísérik a labdát. Kirúgás a Kisvárdának. Izing Martin hozza előre. Bogdan Melnyik, jó indításnak tűnik, bizony jó, kisz, jön a kapus és a labda az övé. Jól mozdult ki Somogyi Csaba, és röpíti előre már is Harsányi Istvánnak. A jobb hátvéd körülnéz, és indít.
Nagy Tamás, és ki rúgják előre a Fonyódi Antal sportcsarnok napelemeihez száll a labda. Bedobás tehát a Budafoknak, Bruckner mester a technikai zónával elegánsan, mint mindig, nézi az övéit, és mutatja, hova helyezkedjenek a fiúk. Nagy Tamás megelőzik, de visszaszerzi a labdát, és aztán Csizmadia. Nagy Tamás szépen kapta vissza, Nagy Tamás. Ez nem volt jó indítás, Kelcső elől lefülelték. Nagy nem éri a labdát, szabadrugás, és ez lehet, hogy sárga lap lesz. Nem csak egy szigorú ennye-bennye, Nagy ott hagyta a lábát, nem volt annyira szándékos, de nagyot esett, ha látom, megint Oltán. Igen, hát a román fiúra rájár a rúd, amióta szabályt alkotott, azóta kap tisztességesen. Oltán féltérden, és a többiek azt mutatják, hogy fújjon már valamit, Spori. Hátuladogatnak, és egészen hátra az ötösig, Riásko Mihajlóig jut a labda. És aztán elveheti a Budafok, Margitics csapott le, és talán bedobással nem ők jöhetnek, nem. Utoljára a budafoki lábra vándorolt a labda, jöhet, tehát bedobással most már a Kisvárda Master Good. Izing Martin, nagyon sokat van játékban Izing Martin, a védelem egyik oszlopa. 28-asa pedig Matija Misic, neki kevesebbet mondhattam a nevét. Csizmadi a zavar, de a kisvárdiak jönnek előre, Vasicsku becsúszó szerelése szép, Pölöskei elkaphatja, de elpattan, Csizmadi a visszaszerzi, fölemeli magasan, hát ezt nehéz lesz megszelídíteni, nem is sikerül csak a kisvárdaiaknak, és újra csak a szakállas arab terrorista külsejű Izing Martin hozza előre a labdát. Matics? Te mi is így, bocsánat, ez rossz indítás, vég. És vég, letámadják őt, vég rárugja az ellenfélre, bedobás, jöhet Kis Kornél. Bedob egy cselt, Kis, kicsit kockázatos, de bejött. Pölöskei, szépen leteszi, csak éppen Nagy Tamást megelőzik. Szép megoldása jön előre a Kisvárda, Oltán, les. Lukács Raymond Barna lesen ragadt, lesen feledkezett. Szabadrugás a Budafoknak. Most már a 24-25. Percben járunk, és továbbra is azt mondhatom, nincs egyértelmű mezőnyfölényben a Kisvárda. Akadtak kisvárdai lehetőségek, de több budafoki is, nagyobb helyzete a Budafoknak volt, és egyelőre 0-0 az állás. Hát meglátjuk, mit hoz a jövő. Én hajlok arra, hogy ez nem lesz 0-0-ás mérkőzés, megvannak a lehetőségek, és a képességek mind a két oldalon a góllövésre. Például Nagy Tamás kapott egy labdát, nem indított bölcsen, most azonban kiemeli, nagyon szépen előre. Pölöskeit megelőzik, de ott van Harsányi. Az ő combjáról tovább pattan, Csizmadia előre vágja, kicsit vaktában, így hát hazafejlik a labdát a kapusnak, aki mindezt tette, Bogdan Melnyik, vissza is kapja a zöldes illéstől. És megindul ismét a 28-as, Matija Misic. Bogdan Melnyik, talán a legtöbbet ő van játékban, az ukrán fiú. Szép szerelés, Nagy Tamás, bizony szép. És aztán szerel, ott van Filkor. Szépen hozzá, hűd de szépen, és nincs kinn a labda, mehet tovább, Filkor. Nagyon jó kiugratás, nem lesz Margitics, Pölöskei a túloldal, Margitics. Hát miért nem rúgtad el, Margitics, Andor? Atya úristen, Margitics. Hát foghatja a fejét, mekkora lehetőség a 26. percben. Margitics óriási helyzetben hibázott. Ha begurítja Pölöskeinek, ha rálövi, ő kivált egy kicsit és szögletet ebből. Margitics Andor, hát ezt Bruckner László sem hiszi el, ezt én sem hiszem el. Ezt ha még egyszer meg kéne csinálni Margitisnak, 10-ből 10-szer egész más megoldást választana. Ha biztosra ment nagyon Andor és nem sikerült, de nézzük a szögletet, amelyet minden szögletek lövője Nagy Tamás ível be, és hát tudják, Kovács Dávid az egyik legfontosabb lánca a Budafoknak, a játékmester, továbbra is bokasérülés miatt hiányzik a piros-feketéktől. Ott az ívelés, mindenki feje előtt elmegy, atya úristen, és felszabadít a Kisvárda, sőt, egy villámgyors kisvárdai ellencsapás kibontakozóban. Ott van Filkor, és nagyon szépen szerel. Bravo Filkor, kezdi visszanyelni régi formáját és erőnlétét. Több mint egy évet kihagyott Filkor Attila, újra fel kell hozni őt az MB2 erőnlét szintjére. És nézzük Somogyi Csabát, aki most Kis Kornélt választotta.
Hát a helyzetek alapján vezethetne a Budafok, az biztos. Visszafejelt labda, de kiéri el, senki más, mint Misis. De aztán, hát földharcban jobb a Budafok, Csizmadia, Végbence, majd Nagy Tamás. Nagy Tamás felnézés, indíthat Nagy Tamás. Hoppá, egy lábkulcs Nagy Tamással szemben, egy második, a harmadik, ezt már befújja a játékvezető. Ugye nem hiszik el, ki szabálytalankodott. Sergio Adrio Olteán, hát a román fiút nem fogadja szívébe a közönség. Az biztos, ő az egyik ütközember, közben nagyon szépen megtelt itt mellettünk a baloldali látó, lehetünk most már vagy ezren, akik azt figyelik, hogy a Budafok támadásából lesz-e valami. Csizmadia toporog a labdával, aztán Pölöskei kicsit hosszan vette át, visszateszi Csizmadiának, aki visszateszi a lábteniszes módon Nagy Tamásnak, aki kiteszi Végbencének, ez jó, Vég középre kanyarítja, és Kisvárdai lábak rúgják vissza, Vég bölcsen kiengedi, bedobás a Budafoknak. 28. perc, tovább és 0-0. Kercsó Bence kapja a labdát. Kirugás. Pedig én is úgy láttam, hogy izinglábáról ment ki. A játékvezető azonban szöglet helyett kirugást ítél. Zöldesi rúgja előre a labdát, és jöhetnek majd Riasko Mihajlóék. Na nézzük ezt a támadást, amely még nem támadás, csak támadásocska, mert letámadott Pölöske, és a biztosat választott a kisvárdai fiú. Most azonban átlépik a félpályát a várdaiak, és megindulhatnak előre. Marcolini tettek, elég eltűnt Marcolini az első percekhez képest, és aztán Bogdan Mennyik, aki végig jó teljesítmény nyújt. Egy lefordulás, Bogdan Mennyik eléri a vonal előtt, elbizony, beteszi, és szöglet, a harmadik kisvárdai szöglet. Nagyon gyors a jobb oldala. Tisztelt vendégeink, egy fontos szolgálati közlemény. Kérnék szépen a László Géza Márton 010-es forgalmi rendszámú Suzuki gépjármű tulajdonosát, hogy taladéktalanul fáradjon az autójához, mert rossz helyen parkol, és ezt nem teszi, mert akkor el fogják szállítani az autót. Tehát nézzük tehát a szögletet, jól ívelődik, kifejelik, és Nagy Tamás lefordul, Nagy Tamás lefordul, megelőzik ők, bedobás a Budafoknak. Közben Gergő barátom bemondta, hogy egy Suzuki rossz helyen parkol, és a rossz helyen parkol nem sokára nem fogja ott találni a Suzukiját a tulajdonos, aki gondolom most Sovány Malac vágtába indul a Suzuki felé, és elindul a Budafok is Végbence révén. Pölöskei, lefordul Pölöskei, odalépnek hárman, megállították. Olteán, rossz passz, Kis Kornéli. Kis a kapust választja, így is van, a biztos a Csomogyi Csabát. Húha! Mekkora hiba Somogyi, atya úristen! Hát ez a kapuba pattan. A 30. percben Somogyi kapitális hibája. Hát ezt majd lelassítjuk, mert bizony Somogyi nagyon könnyelmű volt. Keresztbe passzolni a saját kapum előtt az álmos könyvek szerint sem jelent rosszat, ezért Bruckner mester alaposan megrója majd kapusát, az biztos. Na nézzük Somogyi kirúgását, közben valakit ápolni kell a budafoki oldalon. Talán Kercsó Bence, az Pölöskei tovább teszi, Pölöskei lökött, szabadrugás. És Oltánt lökt el. Hát a román fiú kamatostól visszakapja azt, amit egyszer elkövetett, az biztos. És indul Jaskó Mihajló. Majd Izing Martin. Tovább ment középen, a Vári Barnabás tette tovább, és most már kilép Vasicskú, majd Csizmadia, aztán Végbence. Letámad a Kisvárda, nem könnyű felhozni a labdát a Budafoknak, Vasicskú. Néhány NB1-es játékos erősíti bizony a Várda csapatát is. Filkor szépen pörgeti oldalra. Kercsó Bence indul, és kivitte a vonalon. Ej, Bence, Bence, ez hiba volt, bedobásra jöhet a Kisvárda.
de a labdát megszerezheti a Budafok, nem kisvárdai akció kibontakozóban, hűha, ez most gólveszély, ott a lehetőség a várdaiak előtt, húzogatnak, sok, belevitte a védők közé, a várdafi és szabálytalankodott, ha azonnal ellövi, gólveszélyes, három budafoki védő közé bevinni, öngyilkosság, és nem elég, hogy szerelték, még ő szabálytalankodott, 31. perc, jó erős negyed óra van még hátra, Budafok kisvárda 0-0, de nem unatkozunk, sok érdekes esemény volt a mérkőzésen, helyzetek, szabálytalanságok. Kapusbaki, ugye Somogyinál láthattuk, egyelőre azonban érintetlenek maradtak a hálók. Pölöskei tovább csúsztatja, de a kisvárdai védelem figyel, hát az eszik kapusuknak, zöldes Illésnek. Bogdán Mennyik mindenhol feltűnik, nagyon jól játszik a 18-as fiú, igazi játékmestere a kisvárdának. Az indítást elfejelheti Margitics, de lábbal tisztáz, inkább aztán feltartják, a labda a kisvárdaiaké és jöhetnek előre Vári révén. Szép adogatás, egészen odáig, amíg Harsány oda nem lép, elveszi a pozíciót és szabadrugásra jöhet Vasicskú és a Budafok. Lehet, hogy ezt a szabadrugást Somogyi kapus fogja elvégezni, bizony ő, 33. perc ez immár, na nézzük Somogyit. Reméljük most egyszerű megoldást választ, és nem keresztbe passzol itt a góraéhes kisvárdaiak előtt. Magasan rúgja Somogyi. Hát Nagy Tamást könnyen előzik meg, de Csizmadiát annál nehezebben. Tehát Csizmadia majd Filkor Attila. Filkor, középre húz, Filkor. Ellövi távolról, nem is rossz! Nem volt rossz lövés, bizony a 33. percben Filkor lövését védi a kapus. Csapódott lefelé a labda, kellemetlenül, de Zöldesi nagyon szépen védett. De nagy tapsot csalt ki a közönségből Filkor bombája, lőni kell, lövésből lesz a gól. Filkor elvállalt a futtából, nem is volt rossz megoldás. Végbence, ketten vannak, Végbence szöglet. Megint egy veszélyes beadás, egy beívelt labda a kisvárdaiak oldaláról, a szöglet arány 4-2 a kisvárda javára. Kivégzi majd el. Senki más, mint a 28-as Matija Misics. Feltette kezét Misics, melyik figura lesz? Megint a kis figura, a rövid szöglet figura. Most az ívelés. Hosszan átjött, de ott Vasicskú feje, magabiztos pont, és Filkor nagyon szépen hozta el, jól emeli át ellenfelét, bum, Vasicskút megelőzik, és tisztáz Végbence, szépen. Kisvárdai lábról kimegy, bedobással jöhet a Budafok. Vasicskú. Hátra teszi kapusának, Somogyinak. Húha, Somogyi megint meghámozta a labdát, hatalmas gyertyátruk, pedig még égnek a nap elemei, vagyis süt a nap, tehát nem kellett volna ez a gyertya, így jöhetnek a kisvárdaiak. Lefordulás után megint várdai akció, és át a túloldalra minden labdák megszerzője Bogdán Melnyik. A vékony dongájú fiú nagyon jól játszik. Nagy Tamás, nagyon szépen csene egy labdát. Indul Pölöskei, Lesőn nincs, de Pölöskei lassabb, mint ellenfele. És most mégis Lesőn lépett vissza Pölöskei. Ezt ítélte meg a jószemű Gál Ákos. Szabadrugás a kisvárdának. Melnyik, ájjáj, ez nem sikerült. Hiába technikás fiú, ez bizony elrontotta Bogdán Melnyik. Végbence. Szól a budafoki kórus, de egyelőre nem jön a budafoki támadás. Kercsó Bence, hatalmasat tette Kercsó Bence lábára, ez fájhat bizony. Szabadrugást ítélt a játékvezető, és visszarendeli a labdát. Pedig ott volt üresen Harsányi, most kiszúrt a budafokiakkal a bíró, mert engedi ezt a támadást, de nem engedte. Csizmadia. Szépen hátra Vasicskú. Vasicskú. Kercsó Bence. Megindul a fiatal játékos. Kercsó. Vég.
Tovább viszik Kercsó, még mindig jó. Kercsó. Vég. Vég középre teszi, kifejelik. Most nem hordoznak igazán gólveszélyt. A támadások itt viszont egy jó kiugratás. Kis Kornél szinte lepattant Ilics Barnáról. Ilics és Kis visszafordít. Oltán. Középre teszi, Margitics kifejeli szépen, és Csizmadia érkezik. Filkor. Két jó csellel jön el Filkor. Jó labdájával Kercsó. Nagy Tamás. Na nézzük, Nagy Tamás. Nagy, befelé húzódik, most ugratja ki Margiticsot. Margitics vissza fogja tenni Filkornak. Így van, Filkor. Margitics. Filkor. Kis területen játék. Jó labda. Csúsztatás. Pölöskei. Lefordul Pölöskei és lefordul, de még mindig Pölöskei. Visszagurít. Ott a lövés fölé. Pölöskei visszagurít és Vég Bence fölé lövi 38. percben. De szép támadás. A budafoki közönség előtt le a kalapot. Végig bíztatják a csapatot. És nem játszik rosszul a csapat, helyzeteket dolgoz ki, az a fránya helyzet kihasználás továbbra sem megy, ez rákfenéje a Budafok támadásainak, hiszen eljutnak a kapuig, a pontot az íjra nem tudják eddig feltenni a piros-feketék. Diasko Mikhailo, majd Izing Martin. Hosszan előre, Kis elengedi, nem, belefejel, Kercsó Bence. Könnyedén állították meg, Izing, majd Marcolini, és aztán Matija Masics. Megindul Masics, Vasics Kutisztás, Csizmadia, Harsányi. Ez nem sikerült, újra csak a várdaiak jönnek. 7 perc a rendes játékidőből, várdai akció. Szép szerelés Vasicskó, és aztán Filkor, Pölöskei. Most van területe Pölöskeinek, egy az egybe. Pölöskei, ez a csel jó. Pölöskei megtartotta, aztán Filkor. Filkor megmenti hátra Vég Bencének. Vég, vigyáznia kell, mert ott ólálkodnak. Például többek között Lukács Barna, de hátra tette Vasicskónak. Vasicskó, Nagy Tamás, lefordul, szépen csinálta Nagy Tamás. Középen Csizmadia, de nem ő kapja, hanem most Vasicskó Gergő. 5 perc még a rendes játékidő, és valamennyit hosszabbít a játékvezetőt a sérülések miatt, gondolom én. Vasicskó. Előre Vasi mondja, Prukner, Vasicskó háta tette. És aztán most Filkor felé. Filkor lefordul, Vég Bence elérheti, nem, mert Izing tisztáz. Kercsót átlökik a labdán, hát ez szabálytalanság volt, nem fújt a játékvezető. Két kézzel lökték el Kercsó Bencét. Oltán indul, Oltán, lépés előny, Oltán, és belevizet. Hó, hát Oltán futott bele az ellenfélbe, és sárgalapot kap Vasicskó, nincs igaza most a játékvezetőnek. Oltán nekivezette a labdát a budafoki fiúnak, és remek pozícióból a 40. percben. Kisvárdai szabadrugás, bizony óriási gólhelyzet, ez most játékvezetői hiba. Vasicskó sárgalapot kap, és egy hatalmas góllövési lehetőség a kisvárdai gárda, de még egyszer mondom, Oltán vezette a labdát, és a legrosszabb ütembe belevezette Vasicskóba, mégis ő kapott szabadrugást. Hát nézzük, a szabadrugás mögött pedig Matija Misics. Hát bizony, 20 méterre a kaputól, 19-18, hát ez nagyon nagy lehetőség. Somogyi sem nyugodt, a Budafok sem nyugodt, Prukner mester sem nyugodt, én sem vagyok nyugodt, csendben megjegyzem. A kisvárdai kollégánk sem nyugodt itt, mert ő kisvárdai gólt szeretne látni és közvetíteni. Na nézzük, egyelőre Somogyi irányítgatja. 1-2-3-4-5-6-7 tagú sorfa beállt egy kisvárdai, olyan brazilos módra. Jairzinho beállt és Rivelino átlőtte a helyén a labdát. Misics! Kapufa. Mondtam, hogy veszélyes lesz. Hű, de veszélyes volt. A két kapufa találkozásánál, hát ez Somogyi csak szemmel verte, egy kicsit lejjebb megy gól, és reklamálás. Csizmadi és sárgalapot fog kapni. Hűha, hát gáljátékvezető, amit most kap a budafokiaktól, az azt hiszem a 18-as karikát bőven kimeríti, hogyha feliratoznánk. Úgyhogy
nem szólok egy szót sem, nem akarom szítani az indulatokat. Hatalmas kapufa, hatalmas kisvárdai gólszerzési lehetőség. Somogyi! 4 perc. Margiti szabadrugást kap a Budafok. Margiti Csandor. Hagyja Csizmadia. Előre íveli. Vég. Nagyon jó labdát kap. Vég. Vég. Bedob egy csert, vagy bedob vég. Ballal teszi középre. Pölöskei elmegy a fej előtt. De ott van még mindig Erdélyi. Mellette Nagy Tamás. Erdélyi, jó csel. Majdnem elcsúszott, de csak majdnem. Ott van Nagy Tamás. Nagy Margiticsot hozza játék. A Margitics. Középre tenni, és jól szereltek a várdiak, sőt, ti sem megy a labda. Ismét Misics. És aztán Csizmadia tisztáz. Margitics nem lesz, Margitics, de rosszul vette a labdát Margitics. Aztán szabálytalankodik. Kisvárdai szabadrugás. Izing Martin. Majd elindul Bogdan Melnyik. Diasko Mihajlo. És a túloldalon Vári Barnabás. Már mindenki hozzáért a védelemből. Szépen lábról lábra száll az ének, szájról szájra, száll a madár ágról ágra, száll a labda lábról lábra, mondhatnánk. Arany János szavait folytatva, ha várdai támadást nézzük, csak éppen egy jottányit nem jöttek előre a fehérmezes fiúk, újra itt adogatnak hátul. És most indul 28-asan Mátia Misic. Jó indítás! Kisz, elfejeli a labdát, bum, Kercsó Bencét megelőzik, oltán sokkal erősebb felépítésű, és aztán egy tisztázás, Margitics és Harsányi tandemje tisztáz. Harsányi. Vasicsku, nem cifrázza, Margitics, puff, megelőzték. Aztán egy ívelés, középre jön a kapus, és a labda az övé, 43. 44. perc, jó kirúgás, Pölöskei feléd átfigyelnek a várdai védők, visszafejlik, Kercsó lebólintja Nagy Tamásnak. Nagy Tamás, kirúgják előre, bedobás, de úgy, hogy Nagy Tamás lába ért utoljára hozzá. Nagy reklamál, Kondás elemén nem reklamál, bedobással jöhet a várda. Marcolini. Puff, Vasicsku ütközik, szabadrugás. Vasicskunak ma nincs szerencséje, többször fogja a fejét Vasicsku. Hát azt hiszem, hogy komoly fejfájással küzd majd a szünetben, hiszen sárgalapot kapott, majdnem gólt kapott a szabálytalanság után a Budafok, ami szerintem talán nem is volt szabálytalanság, úgyhogy Vasicsku most nem nyugodt. Megy be középre fejelni, az az ő posztja. A beíveléseknél nagyon kell vigyázni a jó fejelő várdai játékosokra. Nézzük az ívelést. Jól jön középre, Pölöskei fejel. Bedobásra jöhet a kisvárda. A rendes játékidőből 40 másodperc, de talán valamennyit hosszabbít majd Gálákos játékvezető. Ezért aztán villámgyorsan szágult Vári Barnabás, hogy elvégezze ezt a bedobást. Lehet, hogy nagy bedobás lesz a la várda? Elképzelhető. Sőt, most már biztos. A várdai Vasicsku bedobását kifejelik, és aztán Pölöskei fejjel előzi meg ellenfelé, de ott az ötös, Jaskó Mihajló, és visszaszerezte a labdát. Kis Kornél, ő lemelleli a labdát, és aztán jöhet Filkor. Filkort megállították, de Filkor zavarja ellenfélét, Bogdan Melnyiket, aki azért leteszi, és Filkor visszaszerzi, úgy van, bravo, csak nem tudott indulni Nagy Tamás. Egy perc hosszabbítás mutatják a táblát, egy perc, azonban ez az egy perc akár a várdaieké is lehet. Ívelés, jön Somogyi. Kisodolják a kezéből, és aztán szabadrugás kifelé. Jegyezzük fel, hát bizony a 45. percben megint veszély lett volna. 45. perc, Somogyi. Hát, ha azt fújja a játékvezető, hogy Csomagyi szabálytalankodik, akkor 11-es, ha azt, hogy Csomagyit szabálytalanul támadták, akkor budafoki szabadrugás, az utóbbi variációt fújta be Gállákos, és ebben el is fog telni, gondolom, a hosszabbítás, hiszen olyan nagyon sok idő nincsen már hátra, Gál még engedi a kirúgást, és valószínűleg a labda a levegőben lesz, akkor lefújja. Somogyi fájdalja a fejét, a lábát, az élet is nehéz Somogyinak. Menne már az öltözőbe egy kis frissítőre, pihentető, masszázsra. Minek kell még nekem a labdát kirúgni, de hát ki kell. Hosszan repül a játékszer, nem fújta le még a játékvezető. Még mindig nem fújta le, még mindig mostan Csizmadiánál. Csizmadia hátra tesz, és ebben a percben szünet. Az első félidő mozgalmas, izgalmas, helyzetek vannak, gólok nem. Innen folytatjuk a második játék részben.
folytatás. Mi pedig néhány perc múlva végig tudjuk majd a velük egy időben az aljó megküzdések kiidei állásai. Ezzel folytatjuk rövidesen. Mert kezdődjék tehát a második fél idő, kedves nézőnk, végig pillantván a gárdákon, én cserét nem látok a vendégeknél, de őket kevésbé is, mert a Budafok csapatánál, ahogy látom, mindenki harca kész, és itt van. Kelcsó Bence kapott egy rugást, és Filkor is, de mind a kettő itt van, és Margit és Andor is. A helyzete több volt a Budafoknak, de hát nem helyzetekre játsszák ezt a sportágat, és nem is pontozás a sportág. A Kisvárda Déhán gyors megugrással és szöglettel veszélyeztetett, és az utolsó előtti percekben rúgtak egy kapufát szabadrugásból. Balról jobbra, tehát a Rosszon Erik, Kis Kornél labdájával, Vaszicsku Gergő, aki visszakerült a kezdőbe, és labdájával Harsányi. Hoppá! Harsányi csele jó, de önmagát is becsapta, nem csak az ellenfele. 30-as a Hely Viktor engedte ki, aztán 19-es a bedobójátékos Vári Barnabás, majd ott középen Jeszko Mihajló, és jönnek majd most már a várdai támadások. A szokásos adogatás körbe az egész védelemnél, és megpróbálják keresni a budafoki védelem gyenge pontjait. Jeszko Mihajló hosszan rúgja előre, Hely felé, ott azonban Harsányi feje villan, majd Filkor. Merre veszi Filkor, ezt szépen csinálta, Csizmadia, egyből fordít, Nagy Tamás szépen kipörgeti oldalra. Végbence, Kercsó, és visszakerült Kis Kornélig. Többet ígért ez a támadás, Kis megnyújtja Harsányi felé. Ez jó, Margitics, na nézzük, Margitics megugrás, föltartás, szabadrugás, hoppá, a nyakához kapott Margitics. Margit is nem egy fetrengő típus, úgyhogy valószínű tényleg megütötték a nyakát. Szabadrugásra jöhetnek tehát a Rosszon Erik, és érkezik vissza a B-közép is a helyére, akinek a biztatásra most szükség van, és szükség van arra, hogy bekiabáljanak egy gólt akár az ellenfél kapujába. Persze ezt szeretné a kisvárdai közönség is, akik szép számmal kísértek el a kedvenceket, és egyelőre ők sem láthattak várdai gólt sem, és Budafokit sem. Nagy Tamás, ő azonban látja a labdát. Bokák morzsolják és koccantják, de tovább viszi Filkor, jó labda, Kercsó, őt megelőzik. Hát Kercsó fizikuma kevés ehhez a védelemhez, majd szabálytalanul tudja csak visszaszerezni a labdát. Szabadrugással jöhetnek, hoppá, még visszarendeli a játékvezető, szabadrugással jöhet a Várda. Kondás Elemér Stentori hangon szúrja le a várdai fiúkat, hogy ne játszadozzanak, végezzék el azt a szabadrugást. És jöhetnek majd a fehérek előre. Ha előre jönnek, de egyelőre Jeszko Mihajló csak most nyesi támadásba a többieket, egy lefordulás után hely, mondják a budafokiak, hiszen nem érte el a labdát, bedobással jöhet majd Harsányi. Melegítő játékosok mind a két oldalon, még egyszer elmondom, Szabó Vankó, Kerekes, Olá és Kírják a budafoki cserék, míg Cserepkó, Erdélyi, Heffler, Horváth, Gosztonyi, Zánko, Hrihoríti és Délce Gergely. Hát ha Zánko, Hrihoríti beáll, akkor lesznek nyelvtörő mondataim, úgyhogy remélem nem ő áll majd be csereként. Szabadrugás a budafok javára, Csizmadia Csaba. Hát nem áll messze az a fiú, nézzék, mondja Csizmadia. Hát hogy dugja milyen, kedves Pori, aztán elnyesi oda Filkor felé. Filkor leveszi, de hosszan vette le, fejéről kipattanod, a kirúgásra jöhet Zöldesi és a Kisvárda. Vári. Hely Viktor. És itt. Újra Vári, Eteriasko, Mihajló. Próbálja zavarni a Budafok a labda felhozatát, és a félpályán tartani a Várda gárdáját. Hely! Csel, mondják neki, megvan a csel, és a bepassz is jó középre, sőt, ez már lövőhelyzet! A kiugratást azonban megállította Végbence. Jöhet azonban Marcolini révén újra a Várda, de csak eddig, mert Vég remekül szeret, Pölöskei megelőzi ellenfelét, visszaszerzi, óriási földharc, mögékerülés, nem adnak érte 3 pontot, de szabadrugás a Kisvárdának. Birkozásra pedig Pölöskei nyert volna. A szokásos forgatókönyv körbe adogatja a falat a Kisvárda, megindulhatnak előre, ügy, ezt
Héjes szépen csinálta, Vasicsko azonban a megingathatatlan ingatlan szerel, visszapattan egy labda, jön Somogyi, és felnyúlván megszerzi a játékszert, majd hosszarövidítheti előre, ha akarja, de nem akarja, hanem kigurítja Vasicsko Gergőnek. Vasicsko nagyot esik, szabadrugás. Margitics, miket mondok? Vasicsko, Kercsó. Kercsó gyorsjátékos labdával elmehetne. És egy szabad rugás? Nem, szöglet. Úgy megindult a játék között, azt hittem szabad rugás. Fúj, de budafoki szögletet jelez. A 49, most már 50. perce. Vég Bence nem hiszi el, hogy nem kaptam ezért semmit, kedves Pori. Hát nem kapott pedig Bence semmit. Úgyhogy szabadrugás. Helyett szögletrugás, miket mondok, elnézést. Tehát szögletrugás. Jól száll középre, felfejeli egy ember, de még mindig Nagy Tamásé. Nagy Tamás visszalöbböli, kis feje fölött elmegy, és Filkornak kell szerelnie. Villámgyors Kisvárda akció. Hűha! Az utolsó percben egy szerelés, de már szabálytalankodott a kisvárdai fiú, úgyhogy szabadrugás. Kisvárdai szabadrugás, helyett budafoki szabadrugás, és ott kéri a labdát már is Filkor. Na nézzük, el tud-e menni a szélen, vagy lepasszolja. Nagy Tamás, hát ez rövid volt, kedves Tamás, könnyedén szerezték meg a várdaiak, és hosszú indításával Ilics Barna. Ilics, ott a vonal mellett Ilics, és eddig tartott, aztán szabadrugást fújnak. Kis Kornél szabadrugást érően szabálytalankodik, mondja a játékvezető, jöhetnek majd a várdaiak egy beívelése, amilyen kis szöglettel ott a 16-os oldalvonától és az oldalvonal közül. Nagyon jó pozíció, 28-assal, senki más, mint Matija Misics íveli majd a szabadrugást. Na nézzük a szabadrugást, és oda kanyarodik majd az ötösre, gondolom. Legalábbis úgy sejtem én, nem ad engedélyt a játékvezető, a partjelző sem. Rettenetes fogocskázás a 16-oson belül, de még mindig nincs engedély. Most az ívelés, Somogyi öklöz. Na nézzük, ott az ívelés, nem lesz ívelés ebből. Körbeadogatják ismét a falat. És egészen hátra került Bogdán Melnyikig a labda. Most már Vári megindul. Vári. Lassan lövőhelyzet, Vári legurítja, és érkezik Filkor zavarni. De újabb várdai akció. Most azért a várda jelentős mezőny fölényt harcol ki. Még mindig egy lövés, lecsorog, szöglet. Szöglet hátán az 52. percben, tehát, sőt, ez az 53. perc már. Várdai szöglet. Megnézzük, hogy mi lesz a szögletből. Eddig relatíve veszélytelnek voltak a szögletek, egyszer kellett komolyan öklöznie Somogyinak. Na nézzük. Nagyon magasan ívelőd Vén, Vasicsko fejjel megcsúsztatja, bedobás. A bedobásból nagy bedobás lesz, mert Vári Barnabás is képes arra, amire Vasicsko. Középen érkeznek a jó fejelők, most az ívelés, hát ez... Vasicsko fejére pattant, és bedobásból bedobás. Állandósuló fölény, és bedobásokban szögletebe kulminálódó lehetőségek. Margitics viszont előre vágja, Pölöskei felé, hát őt megelőzik fejjel, egy újabb felfejelt labda, és aztán Harsányi fejjel. Margitics kimegy a lábáról, bedobás. Az x-edik kisvárdai bedobás.
kinek a lábáról megy ki, szerintem. Igen, szerintem is Várdai bedobás, jogos. Nincs lövés. Marcolini. Igazi latinos temperamentuma mutogatott, de lőni ő sem lőtt. És aztán Margitics. Sprinter Filkora tulajdon. Margitics labdájával Nagy Tamás. Margitics kicsit mögé kapja, de megszerzi. Csizmadia. Nagy Tamás egyik szép Nagy Tamást azonban. Marcolini, Dantes Bertucci, Lukász megelőzi. És aztán Filkora Attila. Bokával Nagy Tamásnak, hopp, Nagy Tamás lábára rácsúsznak, szabadrugás. Csere lesz majd a kisvárdai oldalon, az első csere Kondás Elemér határozta magát cserére. Nézzük, hogy befújják ezt. Kérik az egészségügyi stábot. Reméljük nem történt súlyosabb sérülés, de minden esetre csere. És nem is budafoki szabadrugás lesz ez, hanem kisvárdai, azt meg tényleg nem érteném, hát Nagy Tamás lábát rúgták el. Mindegy. Hát egyelőre ápolás van, és nincs még csere. Reméljük, hogy nem súlyos a sérülés. Rácsúszás volt, de hát szó nem lehetett itt szándékos szabálytalan. Úgy láttam, hogy inkább Nagy Tamással szemben szabálytalankodtak, de nem így látta a játékvezető. Marcolini Dantes Bertuccit kellett ápolni, és nincs még csere, van viszont várdai szabadrugás. 57. perc, ez immár. És a szabadrugás után előre nyesett labdával megpróbál megindulni Ilics Barna, Ilics azonban leser ragadt. Szabadrugás. Somogyi. Hú, de fölrúgta ezt Somogyi. Filkor menne fejjel érte, de őt megelőzték. Visszafejelte Csizmadia, aztán Végbence, aztán Kiszkornél. Kiszkornél hosszan előre, Margitics felé, Margiticsot megelőzik, de a labda lepattanhat Erdélyig. Erdély megszerezte, és jól indít? Nem jól indít. De egy szabadrugás, mert Erdélyi bokájára azért rátartotta. Most jöhet a csere, kérem szépen. Na most ki jön? 88-assal Lukács Barna lemegy. Horváth Zoltán érkezik 9-essel, tehát Lukács Raymond Barna elhagyja a küzdőteret. Csizmadia, ő nem hagyja el, a labdát sem. Kiteszi ide Harsánynak. Harsány visszaguri! Nagyon jól érkezett Nagy Tamás, de centiméterekkel lemaradt, és 9-ese már is az új fiú, Horváth Zoltán. Kisznek kell futnia, és Kisz fut, és hazateszi kapusának, Somogyinak a labdát. Somogyi, el kell rúgnia, mert támadják, Somogyi előre rúgja, lesről nincs szó, most Pölöcskei nem ragadt, lesen megelőzik, és szabálytalankodik Pölöcskei, mondja a játékvezető, de mégis lesfújtak egyébként, mert a partjelző zászla emelkedett, és jöhet Marcolini, Dantes Bertucci, Lukasz. Hey! Vasicskó mellett, Zokniva mellett, nagyon szépen bokából, hey! És gyönyörű Harsányi szerelése. A 263. nagy kisváradi szöglet érkezik, kisvárdai szöglet, miket mondok itten, még nem is ittam csak üdítőt, és nézzük a várdai szögletet. Jönnek a jófejelő játékosok előre, és ott vannak a budafoki jófejelők is. Kis szöglet variációt már láttunk, most hosszan röpül a játékszer. Mindenki fejelőt elment. Hú-hú. Hát ez nem semmi, kedves nézőink. Mindenki lába és fejelőt elment, és csak mindig ott pattog a labda. Prucknermester Stentori hangja hallatszik, és aztán mi lesz ebből, újabb szöglet? Nem. Pölöskei szed le egy labdát a levegőből. A budafoki biztatás, de jön a kisvárda. A másik félő egyértelműen a kisvárda uralja a játékot, ez persze tudatos is lehet, jobban visszaáll a Budafok.
a bajnok esélyes ellen egy pontot mindenképpen szeretnének szerezni, de háromért küzdenek. Egy ívelés, ez jó, egyből lövés, Somogyi nagy bravúr, lepattan a labda, és gól, és gól, és gól. Betört a jég az 59. percen, a csereként beállt Horváth Zoltán egy védelmi hiba után megszerzi a vezetést a Kisvárdának. Kérem szépen, az első félidőben kimaradnak a budafoki helyzetek, Somogyi óriási bravúrral véd az 59. percben, a védők, az álmélkodó védők közül érkezik a csereként beállt Horváth, aki most állt be két perc ezelőtt, és lövésével a Kisvárda megszerzi a vezetést. Hát most, ahogy szokták mondani pesti szleggel, igazán meleg az a pite, sőt nagyon forró, sőt a háziasszony alig tudja kapkodni a kezét, mert most az egy pontért kell kaparni, most már egyelőre a budafoknak. A csapatban benne van az egyenlítés, hiszen jól játszottak az első félidőben, több helyzetet dolgoztak ki, de most nagyon kell figyelni. Még egy kisvárdai gól végre eldöntheti a mérkőzést. Ha gyorsan tudna válaszolni a budafok, akkor minden benne van ebben a meccsben. Például Harsányi kap jó labdát és szépen veszi le. Harsányi jól csinál, Harsányi középre teszi. Filkor gólhelyzet leteszi, ott a lövés, és mellé ment gyönyörű támadás végén Vég Bence. Ez nagyon szép támadás volt. Rögtön egyenlíthetett volna a 60. percben a budafok, de véglövése mellé szállt. A naptámadása, kérem szépen, nem ment be. A budafoki közönség továbbra is bíztat, de az eredményjelzőn az áll, hogy Budafok 0, Kisvárda 1. Azt kell mondom, ez a papírforma. Jogosan, hiszen a bajnoki címre törő Kisvárda vezet az újonc ellen. De a játékkép alapján nagyon X-es meccs volt ez eddig. Csizmadia. Lecsúsztatják mellette. Ilics. Egy ívelés, ez hosszú. A túloldalon kell futni érte. Hely. Ilics. Ez jó labda Helynek. Szépen lépett oda. Harsányi, jó szereltek. Nagy Tamás. Harsányi szépen hozta ki a Harsányi nagy kettős. Filkor. Merre veszi és egyből indít? Filkor. Kercsóról. Ez hosszú, hosszú, hosszú. Izing Mártin hátra tette, a kapus zöldes egy kicsit bizonytalankodik, és bizony bedobást tesz ebből. Mindenki, az egy pont mindenképpen nagyon kellene a budafoknak. Na nézzük! Ez jó labda, a Filkor átámozza magát, két emberen a harmadikon nem tudja. És jön a Várda. Hullámzó a játék, most Csizmadi a jobb pozícióban, megszerzi a labdát, Somogyi. Nagy Tamás, szépen fordul Nagy Tamás. Filkort megelőzik, Filkor viszont megelőzi az ellenfelet. És jön a Budafok megint. Nagy Tamás, hoppá, odalépnek. Vasicskú, megelőzik Vasicskút. És egy jó labda bizony ide Ilics Barnához. Nincs les, mondja a játékvezető. Ilics, Harsányi, Ilics, elmegy, Ilics, gólhelyzet 2-0. Harsányi lepattan és Ilics a 62. percben. Lehet, hogy eldöntötte a mérkőzést. 62. percben Ilics 0-2. Budafoki támadása még kimarad, és aztán Harsányi nem tudja feltartani Ilics Barnát, elesik mellette, Ilics tovább viszi, és okosan kilövi a hosszú sarkát. Hát, ha előbb azt mondta, hogy meleg a pite, akkor most már kigyulladt a tűzhely. 2-0 arányba vezet a Kisvárda. Még egyszer mondom, a papírforma az, hogy nyer a vendégcsapat, de ezen a mérkőzésen 45 percig egyáltalán nem úgy tűnt, hogy ők könnyedén gyűjtik be a 3 pontot. Most azonban 0-2, innen nagyon nehéz lesz felállni. A Budafok bebizonyította, hogy 0-2-ről is fel lehet állni, hiszen 89. percig vezettek Egerszegen, és mégis 2-2 lett. Most hazai pályán, a magabiztos Kisvárda ellen, ezek után lehet a pontszerzésre bizakodni? Hát persze, hogy lehet, hiszen van még hátra idő, de nagyon nehéz lesz, gigantikus feladat lesz a Budafoknak. Közben letámogatják, nem hiszik el kit, Sergio Adrián Olteán, a legtöbbet sérült, vagy legtöbbet sérüléssel bajlódó román légiós, és Pölöskei Péter indíthatja a labdát az útjára. 2-0, a helyzet kihasználás egyszer jobb a Várdának, de megint csak azt mondom, két védelmi, igen komoly védelmibe előzte meg ezt a gólt is. Én
heveny politizálás is folyik a lelátón, de hát ezzel most ne foglalkozunk. Foglalkozunk a középkezdéssel. Pölöskei tette át a Filkornak. Majd Nagy Tamás. Vég Bence. Egy gyors budafoki gól még sok mindent segíthetne a mérkőzésen. Margitics lövése, például Margitics bele az ellenfélbe. Világos jövősen nyugodtabb, és nem siet el a meccset a Kisvárda. Vasicskú, Csizmadia. Filkor, szépen. Harsányi. Margitics. Könnyedén tisztáztak a védők. Vári. De nem jó az ő indítása se, újra Csizmadia. Kigurítja Vég Bencének. Vég szabadon levieti, vagy ívelhet. Vég. Visszagurít. Nagy Tamás. Megelőzik, bedobás a Budafoknak. Boldog kisvárdai szurkolók, kevésbé boldog budafokiak, hiszen 2-0-ra vezet a vendéggárda. És aztán ilyen újabb tisztázás után Vasicskú. Illics Barna lábáról lecsúszik, Harsányi. Megindul Harsányi, megindul Harsányi. Mellette Filkor. Filkor megszerzi ezt a labdát, de gyönyörű, remek becsúszó szerelése tisztáz a Várdai védelem. Váradi viket mondok itt már. Hely hozta el szépen, és összekocintották a bokáját. 25 perc van még hátra, és 2-0 elvezet a Kisvárda Horváth és Illics Barna góljaival. Hé, Viktor, szépen vitte el, és most jöhet ötössel Jaszko Mihajló. Izig Martin. Vári Barnabás. Hely Viktor. Maga biztosabban játszik a Várda, a labda biztosan, és 2-0 arányba vezettek. Megint Illics Barna nagyon erős, nagyon jó felépítés, mint aki csatuban altattak valóban, de megfelelően gyors játékos is, nem csak erős, nehéz felborítani. Láttuk a gólnál. Harsányi. Pölöskei nagy harcban, áthúzza magát szabadrugát. Riásko Mihályda a földön, Pölöskei indignálódva, szabadrugása Kisvárda javára. Izing Martin. Szép labda. Marcolini visszateszi, hát ők már nem sietnek. Tengások az idő, mint a majtisi almás kertben a kapások. Hova sietjünk, holnap is lesz nap, 2-0-ra vezetünk. Hát igen. A túloldalon viszont vészesen fogy az idő. Prugner mester bravúrosan labdát szerez, és már is teszi Vég Bencének. Vég Csizmadia. Csizmadia be az ellenfélbe. Aztán visszakapja, hopp, Vég ütközik, szabadrugás, a la Budafok. Nagy Tamás. Filkor. Csizmadia. Nagy Tamás. Pölöskei felé, de hát összezár a fehér fal. Nagy Tamás labdát szerez, de megelőzik. Mindig, mintha egy rugófalról jönne vissza a labda, és ez is egy jó labda. Megint csak a gólszerző, Illics Barna. Ha jó beadással kísérletezik, már pedig a beadás jónak tűnik. Ott a kisvárdai újabb lövés fölé. Hoppá! Hát bizony a 68. percben megszületett volna a harmadik kisvárdai gól. Egy kisvárdai lövés. A közönség most a partjelzőt találja meg, aki szerintük nem lengetett lest. Filkor csúsztat a saját maga helyére, ott könnyedén állítják meg a várdaiak, és zöldesi kapus. Nem úgy indult ez a mérkőzés. Az első fél időben kimondottan nem, hogy egyenrangú partner volt a Budafok, hanem több helyzetet dolgozott ki. Most azonban két gól, és elúszni látszik a piros-fekete hajó. Egyelőre még csak oldozzák a kötelet a kikötőbe, még egy vékony kötél tartja a hajót, de még egyelőre Illics Barna megint helyzet, visszagurítás, és érkezik Kercsó, majd Csizmadia, és elő Pölöskei. Csizmadiát ugyan sarkon rúgták, de eleve rossz volt ez a labda Pölöskeinek.
még egyszer mondom, 15 perccel a vége előtt, ha még egy gólt be tudna rúgni a Budafok, akkor reménykedhetne az egyenlítésbe. Ha nincs gyors budafoki gól, akkor nem. Fülkor. Na középen, nem, a szélre, jó az végbence, ha jó rúgja be, ha jó adja középre, de nem adta be jó középre, hanem szögletet arcol ki. Jöhet nagyon nagy Tamás, ha ő rúgja, és valószínű. Ha nézzük. Azért még egy jó beívelés után lehetne valami, de hát a lehetne meg a valami, ugye nem gól. Helyzet, vagy helyzetecske, egy erőteljes fejes, vagy egy lecsorgó labda, nézzük. Laposnak tűnik, ki is fejelik, bizony ki is fejelik. Jó, emberhez fejelték a várdaiak, és egy villámgyors megugrással Matija Misic. Három várdai spriccel, három budafoki védővel, ott van Filkor, és a labda az övé. Kercsó. Csel, Kercsót fellökik, szabadrugás. Lesz budafoki csere is, ha jól látom, méghozzá Vankó Imrét látom ott áldogálni. De nézzük előbb Csizmadia hosszan előre nyújtott labdáját, amely mérhetetlenül rossz. És jönnek a várdaiak, a kisvárda, hát mégis igazolják egyelőre a papírformát. Egy olyan fél idő után, ahol nyugodtan vezethetett volna a Budafok, de lehetett volna 1-1 is. Most ehhez képest 2-0 a gólszerzők, Horváth és Ilics Barna. Hely Viktor, aki jól játszik a másik fél időben. Várja, aki végig jól játszott. Mihajló, aki szintén. Zöldesi kapus. Pölöskei támadja, de hát Zöldesi. Vég. Hoppá, Csizmadia szépen szerez labdát. Na, egy megugrási lehetőség. Igen, Filkor. Filkor az alapvonalig viheti, de nem teszi. Visszagurít, vég. Nagy Tamás vissza, nem. Ezek a körömpasszok ott a 16-oson belül nem fognak érvényesülni. Az egyszerű eszközökkel sarabolva romboló kisvárdaiak előtt. És egy jól előrevágott labda megint a fehérmezeseknél. Horváth a túloldalon jelez, Momir mellette Olteán. Jó labda, ketten abszolút gólhelyzetben. Legurítás, így van. Hát üres ember, és most már kifelé a szabadrugás. Kérem szépen, megint sakmat helyzet lehetett volna. De megindul Filkor, na nézzük, Filkor, Nagy Tamás, előtte Pölöskei. Szabadrugás. Most csere van. Végbencét Olá Lóránt váltotta hosszú ideig, sérült volt Olá Lóri, és Vankó Imre érkezik majd a 24-es számú Nagy Tamást váltja, tehát Vankó érkezik, és Olá Lóránt, aki hosszú sérülésből gyógyult fel, Olá Lóri rutinján a hatalmas szükség lehet elő, a lecsorgó labdák mestere, a halvány esélyek vizslája, aki ott terem, akkor bekotorja a labdát, nem rúg bombagolokat Olá Lóri, csak mindig jó helyen van, nagyon kell az ő rutinja, helyzetkihasználási készsége most, akkor, amikor a 72. percben járunk, és megindul Filkor. Budafoki kórus mellett várdai akció kibontakozóban. Hely! Izinget fuktatják meg. Kájló Pölöcskei támadja, és nem alaptalanul. Ilics Barna nagyon erős, nem tudják felborítani sem, jó gurítja le a labdát. Villámgyors akció végén, ott van Bogdán Melnyik, középre Csizmadia. Pölöcskei nem éri el a vonal előtt, bedobással jöhet a Várda, és egy csere lesz a kisvárdai csapatban is. A 21-es Gosztonyi András érkezik, ismerhetik őt is az NB1-ből, többek között az MTK csapatából.
és lejön a 28-as Matija Misic jön le, és helyette 21-essel Gosztonyi András. Jó erős negyed óra, kérem szépen, az a lehetőség, amire pontot menthet a Budafok, de hát Zalaegerszegen 3 perc alatt szerzett pontot az Ete 0-2-ről. Miért ne következhetne be a Promontor utcai gyönyörű szép sportarénában? Mert bekövetkezhet, kérem szépen. Persze ahhoz egy gólt mindenképpen gyorsan kellene rúgni, de a budafoki játékosok képesek rá. Emelgetős, felelgetős és a várdaiak. Labda biztosabb a Várda, ez biztos, ez látszik. A várdaiak lábán a labda, nincs ívelés, igazuk van. Viszont percek óta adogatnak, aztán egy szép szerelés. Kelcsó, majd Olálórán. Vissza, Filkor. Hát Kelcsónak elég karcsú volt ez a labda, nem is érte el. Egy indítás, belépnek a budafokiak, és Kis Kornél száguld. Hátra teszi kapusának, éppen eléri a vonal előtt. Húha Somogyi, aztán jól tette előre Csizmadiának. Vankó, azonnal megelőzik Vankót, Vankó visszaszerzi. Megindulhat Vankó, az ő megindulásaira is lehetne nagy szükség most, hiszen azért ő technikás, gyorsjátékos. Megint egy megelőző szerelés. És a magabiztos várdai védelem. Bedobással jöhet majd a Kisvárda. Egészen hátra Pölöskeit megelőzvén adogat Mihajlo Riasko, és ő indíthat előre. De rossz ez, mert Vankó szerez labdát, el is vesztette villámgyorsan, mert Gosztonyi tisztázott előle. Olálóránt űzi ellenfelé, de még mindig kisvárdai lábakon az alap. De igen, hát azért sokkal többet birtokolják, pláne így, hogy vezetnek magabiztosan 2-0-ra. És ahogy az idő fogy, minden egyes eltelt perc az ő malmukra hajtja a vizet. Ez egy rossz indítás, Kercsó akár kiengedi, vagy akár hazateszi. Kercsó inkább kiharcol egy bedobást, és jöhet egy újabb budafoki csere. Talán, ha jól látom, akkor Kerekes Krisztián áldogálott a cserepadnál. Most jön nagy bedobás, mondom, nem lesz. Most dobta Kis Pölöskejét, megelőzik. Mindenki feje hozzáér. Margiticsot megmásszák, megmásztam az Everestet. És aztán csere lesz, ott van. Nem látom a számot. A közös 78. percében kihasználjuk harmadik csere lehetőségünket, és jön a pályáról 20-assal Kercsó Bence jön le, 18-as és 18-assal Kerekes Krisztián. Na nézzük, magasított a Budafok. Kerekes Krisztián feljátékára is szükség lehet az utolsó negyed órán belül. Somogyi. Pont Kerekes felé, óriási csata, Pölöcské mezét félig letépvén. Tisztáznak, aztán Pölöskei lövi mellé. 78. perc, Pölöskei lövése mellé száll. Egyre türelmetlenebb a budafoki közönség is. De hát érthető, a csapatnak most nincsen mostában sikerélménye. Biztos győzelmeket engedtek ki a kezükből kétszer idegenbe, és hazai pályán pedig most vereségnek néznek elébe, de persze van még idő, és bízni kell a budafoki csapatnak is saját magába, a közönségnek is a fiébe. Bár most kisvárdai támadás után Csizmadi a fejjel, és aztán Margitics fordul. Egy testcsellel csapja be ellenfelét, Pölöskei megelőzik. Aztán Olálóránt. Vankó Imre. Őt is megelőzték, pontosabban szerelték. Olá mellett elgurul, és jönnek a várdaiak, ők is hibáznak, Kerekes, ujjj, mekkora ütközés, földharc, kiszerzi meg Margitics, vagy Harsányi, vagy Filkor. És most már Vasicskú, Filkor. Olá. Harsányi, Kerekes, megelőzik. Elérheti Vasicskú.
Kerekes, megint megelőzik. Hát igen, mindig előbb ér oda egy kisvárdai láb, és ez elég ezen a mérkőzése. Kisz. Vankó. Megszerzte a labdát, megint a kisvárda. Középen Horváth, egyelül két ember között, ha most oda teszik Horváthnak, de nem teszik. Ilics Barna középre, és most Vasicsku estében majd Kisz Kornél. Vankó Imre. Jó erős 10 perc. Mire lehet elég 10 perc? Semmire, de akár mindenre is. Olá Lóránt. Filkor. Margitics. Vankó. Jó cserel menne el Vankó, de nézzük az áradát. Ez sem rossz. Filkor. Lőd el Filkor. Ellőtte. Ezt legfeljebb a lemérjük kategória. Veszélytelen. Hát kérem, 10 perc, mire lesz elég? 2-0 arányban vezet a kisvárda. Elúszni látszik a hajó, előbb mondtam, hogy már elódozták az utolsó kötelet, csak egy vékony kötél tartja ezt a hajót, tehát már az a kötél is lehullani látszik, de még vissza lehet kormányozni a kikötőbe, ha egy gólt talál a Budafok. És miért ne találhatna? De hát egyelőre Ilics Barna révén kisvárdai akció kibontakozóban. Hosszú indítás után nem érje a labdát a kisvárdai játékos. Filkor. Filkor. Filkor technikai tudása azért látszik a mérkőzésre, de néhány pontatlan labdája neki is. Jó labda bizony, ott Vankó, mellette felfejlődik a támadása, Kisz Kornél, jó akció, Kisz Kornél középre, el lehet lőni Kerekes, nem, cselezget Kerekes, és lelopják a lábáról a labdát, és megindulnak a fehérmezesek, spriccelnek előre a váradai fiúk, akik a gyors ellencsapások mesterei voltak ezen a mérkőzésen. Persze némi védelmi összhangzattalanság azért kellett a góljaikhoz, de maga biztosan vezetnek 2-0-ra. Zöldesi. Majd Vári. Újra Zöldesi. Kisz. Filkor. Vasicsku. Olá. Margitics. Óriási kifejezett labda után megindul a várda, villám gyorsan fejlődnek támadásba. Labdával is milyen gyors, Ilics Barna hihetetlen és Somogyi. Ilics Barna nagyon jó kis játékos, hihetetlen gólveszélyes és nagyon erős. Hihetetlen akció végén. Somogyi tisztelt, Ilics egymaga végigvitte, labdával gyorsabb, mint sok játékos labda nélkül. Na nézzük a budafoki választ, Vankó, Vankó, jó csel, Vankó, ez lehetőség, ellövi mellémen. Nem hiszem el, ezt nem hiszem el, hogy nem akad be egy lövés. Vankó kipokálozhatta volna a hosszú sarkot, helyette Vankó lövése mellé száll. A közösség azt mondja, harcoljatok, harcolnak a budafokiak, én nem mondom, hogy nem harcolnak. Egyszerűen, azért valljuk be, ez a várda összeszedettebb csapat, labdabiztosabb csapat. Szerencsésebb is talán olyan szempontból, hogy megint volt egy védelmi hiba, ezt kihasználták. A Budafok helyzet kihasználása továbbra sem működik, nem tudnak a hálóba találni, és ha a hálóba találnak, nem tudják megtartani az eredményt. Lásd Zalaegerszeg. Ennek ellenére azt mondom, pánikra nincs ok, ez a csapat csont nélkül bent fog maradni. Les közben csak most egy nagyon rossz passz kaptak el, és ne felejtsék el, Kazincz Balcika, Zalaegerszeg, Kisvárda olyan csapatokkal játszanak, amelyek az élcsoportba tartoznak, bizony, és feljutásért küzdenek, akár Olá rálép, de megszerzi, aztán megelőzik Olát. Szépen helyi, jó játszik ő is a másik, Ilics Barna is most megelőzték, Olá szágult, Olá középre kanyarítja, Pölöcskei, gólhelyzet Pölöcskei, és elesik a lábáról a labda a 84. percben. Pölöskei helyzet. A
közönség most egy ledérnőszemély teljesítményéhez hasonlítja a budafokiak teljesítményét, amely értető, hiszen a csapatvesztésre áll. De azt mondom, megtesznek mindent ezek a fiúk, itt nincs arról szó, hogy most lelazsálnak a mérkőzést, egyszerűen a helyzetek nem mennek be, és mindig összehozza a védelem, hogy az egész csapat azt a hibát, azt a hibapontot, amit könnyűen megbüntet egy olyan csapat, amely kimondatlan a feljutásért küzd, hiszen második helyen a Kisvárda Master Good gárdája. Ötössel pedig ismét Riasko Mihajlo. Kiadogatják az egyszem keresztes Krisztiánt. Hát, ha most édesipari szakember lennék, akkor édes tejcsokéjét most keserű csokiot a budafoki fiúknak. Én is bekapok egy keserű csokit, amíg itt a szabadrugás zajlik. Hadd vigasztaljam magam ezzel, hiszen ez boldogsághormonokat termel. Hát a boldogsághormon nem is, de bizakodáshormon, hogy ez a csapat, higgyék el, bent fog maradni. Akkor is ez a mérkőzés bizony úgy tűnik, hogy elúszott. Azért a szabadrugást várjuk még meg. Filkor. Olá, Filkor, Vasicsku, Filkor, budafoki bedobás, Vasicsku, Vasicsku szokásos nagy bedobása. Repül a nehéz kő, a labda, ott a helyzet, és kapufa, ezt nem hiszem el, és sarokrugás. Hát, szegény embert a kapufa is húzza. Ez a görög sorstragédiák helyzet kihasználása, ez elképesztő. Mi maradt ki a 86. percben kapufa? Hát kérem szépen, azért egy gólt megérdemelne ez a budafok mindenképpen. Hát nem, nem és nem. Az Istennek se akar a háromba kerülni, az a Csizmadia kap egy melport, és aztán megint szöglet. Újabb szöglet, szöglet, szöglet hátán. Hát nem tudok mit mondani, kedves nézőim. Keresni kéne a szavakat, de nem keresem, mert azért beszélek én. De néha elcsuklik a hangom, hogy nem hiszem el, hogy ennyi helyzetben, ezen a meccsen is volt. Egy sem tud bejutni a hálóba, a labda legalábbis. Ott az ívelés. Homályra jön a kapus, de kifejelik előle, ott van Kiszkolni. Hó-hó! Hűha! Hely lekönyökölte Kiszes sárgalap. Hely jól játszott a másik fél idő, ez nem tetszik. Na kérem szépen, most egy jól elvégzett szabadrugás variáció után megzörrenne a háló, akkor bár marha kevés idő hátra, bocsánat, hogy így fogalmazok, még mindig lehetne valami. Ott van Csizmadi, ott van Vankó. Az Vankó szöge, onnan láttuk már Vankót szabadrugásból gólt lőni. Háromtagú sorfalat kér Zöldes Illés, a kapus. Vankó és Csizmadia. De lehet persze cseles megoldás is ebből. Földön egy kisvárdai játékos. Lehet, hogy etrusz korabeli bronzedényeket keres és régészeti kutatásokat folytat, de nem biztos. Hűha, ott valaki nagyon szenved. Én nem láttam, mi történt. Talán föláll a kisvárdai fiú. Nézzük a szabadrugást. Vankó és Csizmadia. Most ad engedélyt a játékvezető. Na Vankó, elcsavarja! Fogja a kapus. 88. perc. Vankó lövés. Nem, nem és nem. Kapufa, kapus bravúr, van kollövés. Még a túloldalon van 4 helyzet, ahol bemegy 2. Itt összeszámolta, van 8 budafoki helyzet, egy csövegyben. Pölöskeit kell nyugtatni. Hát itt a végén elszabadulnak az indulatok.
Pöskét kell nyugtatni, aki azt mondja, engem is lekönyököltek, még egy várdai csere lesz? Nem, csak ivott a várdai játékos. Hát most egy kicsit elszabadulnak az indulatok, majd meglátjuk a sajtóértekezetet, mit nyilatkoznak a mesterek. Kondás elemének könnyebb dolga, hogy a csapat végül is érvényesítve a papírformát begyűjti a 3 pontot. Bruckner-mesternek nehéz dolga van, hiszen a csapat idegenben abszolút megnyert meccset engedett ki, most pedig az első fél idő után egy simán döntetlenre hozható, sőt nyerhető meccsről 0-2-re áll a Budafok. Zöldes Illés sem kapkodja el, jó messzire el fogja rugni, hiszen természetesen nekik ez a 2-0 tökéletes eredmény. Illics Barna legveszélyesebb támadó az egész mérkőzésen, mind a két oldalt figyelembe véve. Aztán budafoki tisztázás, nem megy ki a labda, és visszaszerzi Illics. Hát persze, hogy visszaszerzi. De nem rúgja el, igaza van, játszik az idővel, most egy ívelés. Hely! Már nem kúrjongatok, hanem hely Viktornál a labda. Újra hely. Vissza Várinak, hát ez lecsengés itt a végén. A rendes játékidő letelt. 3 perc alatt kéne két gólt rúgni a Budafoknak. Nem fúj a játékvezető, gól 3-0. Horváth kilépés a 9. percben megszerzi a 3. gólt. Vége, end the game over. Horváth góljával 0-3 a 90. percben. És gólarányt javít, kérem szépen. Gólarányt javít a Kisvárda, ki gondolta volna az első fél idő után? Ki gondolta volna azt az első fél idő után? Senki nem hitte volna. Megáll megint a budafoki védelem. Kérem, az a les, amit befújja a játékvezető és a partjelző. Megállnak, reklamálnak, Horváth kilép, köszöni szépen. És Somogyi lábai között megszerzi a 3. gólt. Kálte dusse, hideg zuhany, mert az első fél idő után, aki nekem azt mondja, hogy 3-0 nyer a Kisvárda, az kihívom egy lábtengóra, az biztos. Lejön Bogdán Melnyik. Kettessel Erdélyi Botond érkezik, de hát ez már a lecsengés, hiszen a Budafok 0-3-ra áll. A legsúlyosabb hazai vereségét szenvedi a csapat. Hát, bedobás lesz még. Háttal nem kezdünk mondatot, viszont én szembeülök a pályával. Úgyhogy talán még egy ívelés. Talán, na, Harsányi, lőd el, Harsányi, nem lő. Leguri, tehát ebből nem lesz lövés, és a lövés helyett nem lesz gól. Ugye mindenki hátrafelé ezt a labdát. Margitics. Jó csel, de hosszú. És itt a lehetőség, meg lehet a negyedik. Igen, Horváth. Horváth berúgja a 3-at. Horváth kigurítja, ajtóablak, és visszaér a budafoki védelem. Hát kérem szépen, nem volt benne a mérkőzésben ez, hogy akár 4-5 gólt rúgjon a Kisvárda. Még csak 3-at rúgtak, de... De hát ez bizony, kérem szépen, azért hideg zuhany a 3-0, nem azért, mert nem egy erősebb csapat, mert összerakottabb csapat, tele külföldiekkel, vannak NB1-es játékok, Kisfadon például az egykori honvéd játékos Dércek Gergely, de ennek ellenére az első fél idő nem ezt mutatta. Kegyetlenül büntették meg a budafoki védelem hibáit, kegyetlenül megbüntette a Kisvárda. Ennyivel mindenképpen jobb csapat, tehát ezt el kell mondani, de a gólarány szerintem túlzott, a Budafok gólokat rúghatott volna. Elrontják a bedobást is, a budafokiak is. Jön a bedobás. Ez már kínszenvedés, ezt le kéne fújni a játékvezetőnek. A budafoki fiúk sem hisznek abban, hogy egyáltalán még a kapu közelébe juthatnak, arra viszont vigyázni kell, még egyet ne kapjanak, az csúnya lenne azért. Ott az ívelés, Horváth a 2 gólos. És bizony ott lehet még a lehetőség, bizony ott hely, és megvan Somogyinak. És ebből a percben vége, a végeredménytől búcsúzom, budafoki MTE, Kisvárda 0-3, viszont látásra, viszont hallásra. Hát bekerültek a sajtóért, utána bemennék a mozgóvennék, csak egy beszélet kell még a vizóra kérte, hogy lehet, hogy idegenbeli meccset akarnak, meg kell keresni.